Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Az elmúlt hétvége a farsang búcsúztatásról és a farsang temetésről szólt Hargita megyében. Erről láthatnak egy összefoglalót a mai műsorban, de megtudhatják, mi lesz a sorsa a gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központnak, és hogy hogyan készül a madéfalvi díjnyertes pálinka. Maradjanak velünk! Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer beüzemelése az új megyemenedzser feladata lesz, jelentette be Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a gyergyóremetei hulladékgazdálkodási központnál tartott sajtótájékoztatón. Az integrált hulladékgazdálkodási központban tartott sajtótájékoztatón Borbóly Csaba megyeelnök az új megyemenedzser Ince Csongor bemutatása után kiemelte, a korábbi közbeszerzést a hulladékgazdálkodási központ ügyében hiányosságok miatt vissza kellett vonni, ami miatt belső kivizsgálást rendeltek el. Mondjuk azt el, hogy sajnos az első kísérlet a megyei tanácsnak, hogy ezt a hulladékgazdálkodási központot kiadjuk ügykezelésben, nem járt sikerrel, hisz dokumentáció számos pontján hiányosságok derültek fényre, és szeretnénk, hogyha ezeket minél hamarabb lehetne rendezni, pótolni, és minél hamarabb ezt a hulladékgazdálkodási központot. A megye védelme, egy zöld Hargita megyének az építése, és a természet, a környezetvédelme érdekében ügykezelésben és használatba tudnánk, hisz nagyon fontos az a beruházás, ami itt megvalósult, óriási erőfeszítés van benne, nagyon sok pénz az, amit sikerült Európai Uniós forrásból elhozni, 78%-át ennek mind Európai Uniós pénzből, és hisszük azt, hogy ez a rendszer a megye szépülését és a megye biztonságát kell minél előbb szolgálja. Ince Csongor új megyemenedzser, korábban udvarhelyszéki megyei tanácsos, aki pár napja vette át új tisztségét, elmondása szerint nem lesz könnyű dolga. Január folyamán lett egy szerencsétlenül úgymond kiírt közbeszerzés, amelyet le kellett állítani, ugyanis egy cég megóvta a kiírást, több pontban nehezményezett különböző problémákat, amelyeket már a héten kollégákkal sikerült beazonosítanunk. Most jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy azokat az észrevételeket, kifogásokat, amelyeket valósnak tartunk, azokat helyrehozzuk, kijavítsuk. A többieket pedig, amelyeket úgy gondoljuk, hogy meg tudunk csak egy sima kommunikációval oldani, azt a jövőben azt így fogjuk megoldani. Többek között olyan problémákról van szó, amelyek feltételezik azt, hogy környékben levő önkormányzatokkal is egy pár dologban együtt működjünk. Ezt már a héten el is kezdtük, egyeztettünk vele és megkaptuk a megfelelő megoldásokat, úgyhogy ezen az úton el tudtunk indulni. Amelyik pillanatban úgy értékeljük, hogy ez az új javított tenderfüzet megfelel a mai világ elvárásainak. Abban a pillanatban újra kiírjuk ezt a licitet, ami azt fogja jelenteni, hogy majd, amikor a közbeszerzésnek a végére érünk, akkor egy működtetőt fogunk választani itt Remetén ennek a lerakónak a működtetéséhez. Ezt a közbeszerzést követően, miután kiválasztottuk ezt a működtetőt, fogja követni az a kiírás, amelyik a gyűjtőnek a szolgáltató kiválasztását fogja jelenteni, ugyanis egyszer meg kell legyen a lerakónak a működtetője, és utána lehet meg a begyűjtőnek a működtetője. Amiután ez is megvan, azután tudjuk indítani a szolgáltatást egész Hargita megyébe. A sajtótájékoztatón részt vett Lackó Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere is, aki reményét fejezte ki a hosszú évek óta húzódó projekt befejezéséhez és a hulladékgazdálkodási központ elindításához. Szeretnénk a helyi gazdáknak egy esélyt adni, hogy értékesíteni tudják az általuk felnevelt állatokat. Ezt hangsúlyozta Jére Elemér, a Csíkjenőfalvi Szövetkezet elnöke a Vágóhíd céljáról. A következő riportunkban a jelenlegi helyzetről mesélt.
Hát a jelen pillanatban a vágóhiddal úgymond az utolsó 100 métreknél tartunk, tehát még várunk egy utolsó engedélyt, és szeretnénk minél hamarabb elkezdeni az építkezéseket. Hát ez tulajdonképpen nem csak a helyi községet szolgálná ki, hanem a félcsiki régiót teljes mértékben, és szeretnénk a helyi gazdáknak egy esélyt adni, hogy valamilyen formában, megfelelő értékben, megfelelő áron tudják értékesíteni az itt félnevelt állatokat. A munkáról akarunk beszélni, rengeteg munka van, ez egyébként jelen pillanatban pár szekrény dokumentációban mérhető. Az indítatás az egyértelműen az volt, hogy láttuk, hogy a térségben az állattartás terén probléma az értékesítés. Láttuk azt, hogy rengeteg fiatal a térségből külföldön dolgozik, ilyen munkákban szerettük volna ezeket a fiatalokat, szeretnénk hazacsábítani, hogy itthon azokkal a szakmai tudást itthon értékesítsék, itthon gazdálkodjanék és egy jövőt tudjanak alkotni az elkövetkezendő időszakban. Hát maga a vágóit kapacitását mérve, valamint a húsfeldolgozóit az első körben 12 alkalmazott kötelező módon fog lenni. Ami tulajdonképpen itt körben, ez maga a vágóhídnak a látványterve, tehát az egyik a magasabb rész a vágóhíd rész, és a hosszabb része pedig az a húsfeldolgozó. Négyzetméterben körülbelül úgy oszlik meg, hogy 270 négyzetméter a vágóhíd rész, és 600 négyzetméter a feldolgozó. Hogy Hargita megyében jelen pillanatban engedélyezett vágóhíd, most már van egy kis vágóhíd, de nagyobb kapacitású vágóhíd nincs. Láttuk azt, hogy a térségben az emberek azokkal a gondokkal küzdködnek, hogy nem tudják megfelelőképpen értékesíteni az állatokat. Nem úgy csak nem tudják megfelelőképpen értékesíteni, hanem azt is látjuk, hogy a igény van arra, hogy egészséges és megfelelő hústermék kerüljön az emberek asztalára. Tehát tulajdonképpen ez volt az indíték, ez volt a fő cél, amiért elindítottuk az egész folyamatot. A nyitás a tervek szerint, valamint a finanszírozási szerződés értelmében az jövő őszre van tervezve. 2021 őszére. A Hargita megyei tanácsa elsősorban a szakmai hozzájárulással, tehát, és ugyanakkor a vágóid mellett párhuzamosan a szövetkezet megalkotásában segít nekünk. Egy hús szövetkezetét szeretnénk, ami magába foglalna az egész Felcsik térségét, tehát tulajdonképpen azokat a gazdákat, akik megtermelik az alapanyagot, tehát állattartással foglalkoznak. A szövetkezetnek az előnye egyértelműen látszik, tehát a gazdákat valaki mi összefogja. Tehát közösen tudnának gondolkodni, akár alapanyagot, akár takarmányt olcsóban tudnának megvásárolni. Lenne tulajdonképpen egy olyan jövőkép, hogy szervezetten tudnák értékesíteni az állataikat. Szeretnénk, hogy olyan szövetkezet legyen, amiben minden gazdának az ő gondolata benne van. Tehát érezzék a gazdák, hogy ez a szövetkezet az övék. Tehát a kölcsönös bizalomra szeretnénk felépíteni a szövetkezetet, ami a vágóid, valamint a szövetkezet között jönne végre. Tehát a vágóhit a mi részünkről szeretnénk tudni konkrétan, hogy mi az az állatlétszám, amit behoznak levágásra, a szövetkezetnél pedig a tagok biztosan szeretnék tudni, hogy milyen időszakban és milyen kategóriájú állatot tud értékesíteni. Tehát egyértelműen azt látjuk, hogy a szövetkezeti jövőkép az egy olyan jövőkép, ami lehetőséget, új lehetőséget biztosít a gazdák számára. Tehát látjuk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a pályázatok is erre a szövetkezési formára lesznek megalkotva, és ez az tulajdonképpen a gazdáknak egy új lehetőséget tud adni a továbbfejlődésben. Gyergyó Ditróban a tavaly indított Baba Kelengye programot követően idén az ültes gyümölcsfát programmal szólítják meg a község lakóit. A jelek szerint erre is van igény a községben. A 2020-as évben indított Baba Kelengye program keretében 36 kisgyerekes családot ajándékozott meg a ditrói önkormányzat. Az újszülöttekre továbbra is figyel a községvezetés, azonban egy újabb programot is indítottak. Bárki igényelhet gyümölcsfa csemetét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha fát ültetünk, akkor életet ültetünk, tehát a jövőbe gondolkodunk, és én szeretném, hogyha a ditrói emberek, ditrói fiatalok, és nem csak ditrói orotvai fiatal családok, és mindenki, mondjam így, fát ültetne. Jelen pillanatban, most éppen február közepén vagyunk, hát 235 igénylés van, amit ha háromba beszorozunk, az több mint 600 fa. Tehát itt azt kell tudni, hogy ha egy hektárt elosszuk a sor szélességgel és a fa közötti távolsággal, az körülbelül 500 fát ad ki. Tehát gyakorlatilag most több mint egy hektár gyümölcsös van ditróba, akkor gyümölcsös lesz ültetve ditróba. Ez nagyon örülök neki, és én remélem, hogy február végéig, ameddig meg van hirdetve ez az akció, addig elérjük minimum az 1000 igénylést, tehát 1000 fa igénylést. Az jó 2 hektárnyi
minden évben, ha ennyit be tudunk ültetni, nyilván ez Ditró teljes területére érvényes, hogyha ezt be tudunk ennyit ültetni minden évben, akkor azt gondolom, pár év múlva itt egy nagyon szép kertek és szép udvarok lesznek. Az ültes gyümölcsfát program keretében 3 darab gyümölcsfa csemetét igényelhetnek a lakók, választhatnak őshonos és nemesített közül. Lehetőség van alma, körte, szilva, megy és cseresznyefa csemete közül választani. Az őshonos fák, azok mivel egy vad alanyra vannak oltva, sokkal nagyobb a helyigényük, viszont sokkal hosszabb az élettartalmuk is. Elérhetik akár a 100 évet is egy vad alanyra oltott körte vagy almafa, viszont azt tudni kell, hogy nekik akkor az a 4x4 vagy 4x5-ös tér az nem elég, sokkal nagyobb kell. A nemesítettek, ezt próbálunk, igyekszünk rezisztens fajtákat hozni, hogy minél kevesebb betegség támadja meg majd azokat a fákot. Ugyanolyan szép piros almák lesznek, sárga almák lesznek, most fajtáról nem beszélünk, de tudni kell, hogy ezek egy kicsit rövidebb életű fák, sokkal kisebb térigényük van, és sokkal hamarabb fordulnak termőre. A gyergyóditróiak február 28-áig igényelhetik a gyümölcsfa csemetéket, és a tervek szerint már március elején ki is szállítják a családokhoz. A koronavírus sok mindentől megfosztott minket. Koncertektől. Barátainktól. Ölelésektől. Családi ebédektől. Versenyektől. Az izgalmaktól. És a szórakozástól. Töltsük meg újra tereinket. Töltődjünk fel újra élményekkel. Ne hagyjunk elveszni még egy évet az életünkből. Hozzuk vissza élményeinket. Nyertes pálinkát főznek Madéfalván. Az Elixir Manufaktúra cégvezetője mutatta meg nekünk, hogyan készítik a finomabbnál finomabb szíverősítőket. Attól jó párlat egy párlat, hogyha megkóstoltad, az illető gyümölcsnek az aromáját érezze. Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött alapította meg Erős László a családi vállalkozását, így már a nagy közönség számára is elérhetőek a termékek. Egy igazi pálinka szakértővel találkoztunk. Mindenképp azzal kell kezdjük, hogy jó párlatot, minőségi, sőt azt már elmondani, hogy osztályon felüli gyümölcsből lehet készíteni. Pálinka főzéssel több mint 30 éve foglalkozunk, édesapám még élt, akkor már készítettünk jó minőségű pálinkákat. Utána ugye a demokráciában, úgymondani hobbi szinten készítettünk párlatokat. Tavaly előtt értünk oda, hogy azt mondtuk, hogy behivatalosítsuk az egészet. Kínálatunknál az, amik igazából forgalmazva is lesz, az kezdeném a Vilmos körtével, a kajszibarac, szőlő, de a szőlőnél azt tudni kell, hogy nem a grappa, ami az olaszoknál mondják, és nálunk vidéken azt mondják, hogy törköly, nem törköly, hanem szőlő. A szilva, a birs, az eper és a málna. Tehát azon kívül készítettünk kisebb mennyiségbe sárgadinnyéből, szederből, áfonyából, tehát rengeteg erdegyümölcsből készítettünk. De ugye az erdegyümölcsöknél azt tudni kell, hogy nincsen cukortartalmuk. A szilva az, amelyik a legjobban enged. Tehát a szilva az annyira enged, hogy én mindig azt várom mondani, hogy szemtelen módon folyik. Tehát a szilvát viszonyítsuk még a körtéhez se lehet viszonyítani, de ha viszonyítanánk egy szederhez vagy egy málnához, akkor ég s föld a különbség. Tehát az egyik alig enged,
azért is van, hogy az egyiknek az ára mennyi, és a másiknak az ára mennyi. A jó pálinka készítéshez elengedhetetlen a minőségi gyümölcs beszerzése. A cégvezető kedvenc pálinkájának, a Vilmos Körtének az alapanyagát például Magyarországról szerzik be. A főzési folyamatot kezdjük a gyümölcsnek a begyűjtésével. A gyümölcsöt le kell szállítani. Tehát itt a környéken minőségi gyümölcsök nem léteznek. A gyümölcs, amikor ideért, az egész gyümölcs ugye átmosódik, a magos gyümölcsök azok magozódnak. A magozáshoz külföldi gyártmányú olasz gépjeink vannak, amivel kimagozzuk a gyümölcsöt. Kimagozódik, beélesztőd bele, élelmiszeripari élesztőd bele, 3 naptól 10 napig, max 15 napig a cefre beérik. Amikor beérett a cefre, belekerül a kazánba kifőződik, akkor kerül ki, lényegében lesz a minőségi párlat. Legalább 2-3 hónapot a párlat az kell álljon. És ez pont úgy van, mint a bor. Tehát minél többet érik, annál aromásabb, zamatosabb, finomabb lesz. A sok más nagyobb céggel ellentétben az Elixir manufaktúrában a termékek adalékanyagmentesek, nem használnak semmilyen édesítőszereket, ízfokozókat. Épp ezért, bár kisebb mennyiségben termelnek, a minőségi pálinkafőzés során majdnem mindent kézzel készítenek. Én szerintem attól manufaktúra egy manufaktúra, hogy kézzel készítsé, szinte kézzel készítsé mindent. Kézzel töltődik meg, beleadagolja, kézzel tegyük fel a címkéket rá, a dugót, a zsugorfóliát, minden kézzel történik. Biztos, hogy eljutunk és el fogunk jutni oda, hogy lesz egy réteg ember, aki a finomat, a biót, az eredetit azt megfizeti. Idén elküldték a termékeket egy londoni világkiállításra, ahol külön kategóriában lehetett nevezni söröket, borokat és a szeszes italokat. A szeszes italok versenyére elmentünk, ott büszkén mondhatom, hogy 4 díjat hoztunk el, 4 terméket küldtünk és 4 díjat elhoztunk, ami nem kicsi a londoni versenyen. Utána el voltunk, kiküldtük ugye a termékeket ismét brüsszeli világkiállításra. 2 terméket küldtünk ki, a szöllőt meg a vilmoskörtét, és mind a kettővel érmet hoztunk el, ami részünk azt merem mondani, hogy büszkeség és dicsőség. Büszkék vagyunk rá, amikor bekerül egy üzletbe, és valaki leve, és azt mondja, hogy igenis aranydíjas termék, ami nagy szó. Próbálunk minél finomabbakat készíteni, finomabbnál finomabb párlatokat készíteni. Nyilván, amit csinálunk, odaadással csináljuk, és szívből, lélekből csináljuk. Én merem mondani, hogy miniszterelnök az asztalára is rá lehet tenni. Tehát egy kimondott minőségi és egy finom termék. Hagyományosan 1993 óta minden évben megszervezett Hargita megyei farsang búcsúztatás idén külön kiadással jelentkezett. Február 13 és 17 között Hargita megye 13 hagyományőrző csoportja 13 településen búcsúztatja a farsangot. A Hargita megye kulturális központ koordinálásában zajló eseménysorozatokról láthatnak most egy összefoglalót. Szegény barinkat hódoztunk a Mátén a lemátnál, megint korona. Felnúgta a macskera, már megszívta a kicsi húzott szemű Vilmoska. De már hagymán kívül reak nem vagyunk ma, gyűjtünk a torára pénzt, kolbász, tojást. Csak az igazától bocsánatot kérünk, hogy így maszk nélkül az udvarba tértünk. Nyugalom, útközben barinkával dezinfekcionáltunk, hát az ok annak, hogy most már instabilon állunk. Nem mondod, hogy menj ki vagy, gyere, Bill! Yeah! Milyen
mondd neki, a Filiről vettel és tette fel! Jaj, Balintkám, Balintkám! Drága vírusos kincsecském! Bejól, Evér! Bejól valád! Bejól tetted, hogy Covid-ba meghalt! Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!